Hulla hopp, illetve az még nem a hulla, mert a Halloween partit kezdjük meg ma este. Immáron megint kettő trabantásságába. Hé, hey, hulla jelöltek, fogjátok be a szátokat, felvételezek. Tehát, Imigyen vagyunk, ezen a csodálatosan szép helyen, amit már a múlt héten is bemutattam. Sajnos a népes társaságot összesen kettő trabantra sikerült felgyógyítani, de azért mi büszkén és virgoncan jelentjük, hogy regisztráljuk a szemétlerakókat, és nekivágunk a mai éjszakai etapnak. Minden hülyeséget félretéve fogjuk egymást ijeszgetni, halloweenozni, beszökünk olyan helyekre, amik teljesen elképesztőek és semmire valóak, de mindazonáltal még a lemenő nap fényében fogjuk regisztrálni az összes utunkba eső olyan helyet, ahol mi szemetet találunk. Jó estét kívánok ebben a vaksötétben. Bezárt légibázis egyik legénységi szobájában járunk, és ha megszűnik a vaksötétség, akkor nem kell elmondanom, hogy a kommunizmus kísértete járja be Európát. És íme a fények. Majd pedig elindulunk, és megnézzük ezt a romos épület együttest úgy a maga valóságában. Azért a Halloween tükrözi minden, ezen akár bármik is bejöhetnek a mai, ma esti lidérces éve. Aztán megyünk tovább, tovább, csak tovább, és valamikor el fogjuk érni a légoltalmi pincét is. Ez egyébként egy erdő közepén, valahol Cserépfaluban, messze alakult területtől, egy kihalt erdőség közepén helyezkedik el. Az érdekesség kedvéért várunk ide cimborákat is, megfelelő felkészültséggel. De addig mi ezt a háromszintes épületet be fogjuk járni ész és vég nélkül. Pókhálójával, halott mennyasszonyaival és minden egyes olyan zegzugos sikátorával, ami ki tudja, hova vezet. Légoltalmi pincé környékén járunk, és át kell zsilipelnünk a rendszeren. Na menjen, kisasszony! Bátorság! Parancsolj! Ez itt a légoltalmi pincé. Ide húzódtam be, probléma esetén az emberkék. Kétszeres zsilipelési rendszere van, esetleg atomvillanás esetére is. Teljesen jó, egy darab pics és egy beomlasztott továbbvezető út. Ugye már szép volt a zsilipelésnek a rendszere, tehát természetesen minden be van úgymond falazva. Elérkeztünk a fertőtlenítő állomásra. Itt volt az a mosó, amikor akár a nukleáris szennyeződéstől a teherautókat lemosták. Ez egy ilyen végjárat gyakorlatilag, ahonnan az autók nem állhattak tovább, anélkül, hogy ne fertőtlenítették volna őket, akár a vegyi fegyverektől, és akár a sugárzó eszközöktől. Elég naív elképzelés volt az, hogy mosással meg lehet szabadulni a sugárzó anyagtól, de hát gyakorlatilag inkább a nukleárisan sugárszennyezett porttól próbáltak megszabadulni ezeken az autókon. Ismét egy csodára lehetünk. Ez egy hajdan volt legénységű épület része, amely talán a rádiószoba, azon nagyon fontos frekventált terület lehetett, mert nagyon el van dugva. De azért mi megpróbáljuk megmászni, meghódítani ezt a területet. Oh, itt volt egy külön őrbódé. Annak érdekében, hogy senki ne láthasson be. Próbálom óvatosan mozgatni a kamerát. És persze megint Rikit küldöm előre, mint felderítő előre, se tessék parancsolni. És benn vagyunk egy olyan térben, egyébként utálom a baglyokat, már számtalanszor a ragyát hozták rám a baglyok, azért küldöm őt mindig előre. Nem tudom, jól láttok-e mindent. Ó, ez is sűrű szoba. Igen, ez is.
Egy persze, mindjárt lezbanyzunk itt a helyszínen. Kisasszony, nyom nekünk egy striptease-t is hozzá? Persze. Itt volt Zozó, 2024. hó 10-én Mezőkövesdől. Hát ez egy érdekes. Valószínűleg ezek ilyen fegyverszoba kinézetű dolgok, mert nagyon jobban vannak vakolva. Tévedtem, itt a bükki jetikék jártak az idei év április havának 10. napján. Illetve a tavalyi év. Bocsánat. Ha, ezek kimertek jönni a karantén idején. Kedves közepén. Mindjárt felírjuk a nevünket mi is. Leóvatoskodunk ezen a dicsőséges lépcsőn. Eléggé zorkó, hogy elvált, mint a földrengés alapján a földtől, és a romokon keresztül kiolvatoskodunk. Kalandos kiruccanásunk folytatódása. Olyan fenyvesen kell keresztül törni, ami bizony már elég rendesen be van. Ó! Jöjjön, kisasszony! Végre valahára láleltem a frekventált központi részre, amelyikben az egység, a tüzér ezred állományjelzése van. Nagyon bízom benne, hogy a kínai típusú erőgépnek titulálható lámpám nem fog lemerülni, de sokak számára egyértelmű, hogy a hajdan volt Sans Contact elnevezésű buliban bizony én ezt a jelképet kerestettem az emberekkel. Kísérlet harcoskodás nem fejezzük be, majd megérkezik a makákók következő csoportja, mi bizony beszaladjuk őket. Hete itt vagyunk. Hát jó, látom, hogy én utakon átjöttünk, azt hittem, hogy ott van. Már megmerjük benneket világítani, mint makákókat, mert közben mi videóztunk ám ész nélkül, meg vég nélkül. Elhagyjuk a pályát, a ma esti bulink egy bogácsi pizzériában fog tárolni. Hát a Lacének ismét sikerült az autót meglehetősen amortizálni, kifogoljuk, föl van önzáró szalagozva. Telehordták magukat sárral, és mint egy parasztos disznó, úgy néz ki az autójuk alja. Hát tehát ez már csak a mi örömünk, mert legalább élménydús Halloween estét tudtunk számukra biztosítani.